Rekkenő hőségben rója a köröket Király Zsolt, miután átvette futópolóját és levetette hivatásos egyenruháját. Zsolt 15 éve tűzoltó, a maratonra edz, nem is akármilyen futóversenyre készül. A súlyos beteg gyerekek élményterápiás táboroztatásával foglalkozó Bátor Tábor Alapítvány futócsapatának tagjaként jótékony céllal áll majd rajthoz. Azt mondja, mind tűzoltóként, mind magánemberként a segíteni akarás vezérli. Ezért döntött úgy, hogy a futás nem csak a hobbija lesz, hanem azzal jótékony célokat is szolgál. Sajnos mind szinte minden családban nekem is volt daganatos hozzátartozom, és hát ezt a kettőt így egybe azt gondoltam, hogy akkor már jó lenne, hogyha valamilyen szinte lehetne támogatni, illetve ugye a tűzoltó az ott segít, ahol tud, és ha már ez a hobbim, akkor azt gondolom, hogy akkor már legyen egy célja is ennek a hobbinak, és ez pedig a jótékony futás. A paksi tűzoltó által vállalt összeg lassan összegyűlik, amit a gyerekek egészséges étkezésére költ majd el a Bátor Tábor. Az én kitűzött célom az 200.000 forint volt, és már összejött 195.000 forint, tehát még mindig van egy kis rés, viszont hogyha túl teljesítjük ezt a 200.000 forintot, sem probléma, tehát hogyha 1 millió forintot sikerül összegyűjteni október 10-én, akkor is azt gondolom, hogy jó helyre fog ez kerülni. Király Zsolt október 10-én futja le a 42 kilométert egy budapesti maratonfesztiválon.